nagyon korán kezdtél korcsolyázni, azt lehet olvasni rólad, hogy 11 hónaposan te már jégen álltál, és 5 évesen pedig versenyen indultál. Így, hogy édesapád, Cakó György, ugye szintén műkorcsolyázó volt, neves versenyző, evidens volt, hogy neked is ez lesz az utad? Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? A szüleim ugye edzősködtek a saját munkájuk után, tehát nem ez volt a fő foglalkozásuk, de hobbiként a munkájuk után ezzel foglalkoztak. És amikor én születtem, akkor lényegében az én nagyszüleim már nem éltek, tehát nem nagyon volt, akire rábízzanak. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor ők mentek edzősködni, akkor mindig vittek magukkal, és ott a gyerekeknek a szülei elbabusgattak. És amikor már lábra álltam, nagyjából 10 hónaposan elkezdtem totyogni, rá egy hónapra, 11 hónaposan ráállítottak a jégre, mert ott voltam szem előtt. De akkor nem volt az szempont, hogy én most korcsolyázzak, csak egyszerűen így volt praktikus, hogy ott voltam szem előtt. És hát ugye óhatatlan ilyenkor egy gyerek mit csinál, utánozza a nagyokat, meg próbál ott téblábolni, és amikor ugye utánoztam a nagyokat, akkor hát nem lehet megállni, hogy ne javítsanak ki. Úgyhogy tulajdonképpen valahogy így szép apránként belecsöppentem ebbe a világba, még ha akaratlanul is, de nem bántam meg. Milyen emlékeid vannak azokról az első versenyekről? Igen, ma már nagyon-nagyon fiatalan kezdenek korcsolyázni, és nagyon fiatalan kezdenek versenyezni. Ma már ez jobban megszokott. Szerintem akkor még kevésbé volt ez megszokott. Én arra emlékszem, hogy azt láttam, hogy a nagyok mindig olyan szép kőruhában vannak, és hát én is mondtam anyukának, hogy én is szeretnék olyan filteres kőruhát, mert akkor még nem így mondtam, hogy flitteres, és azt mondta anyu, hogy akkor lehet filteres kőruhám, hogyha megugrom az axelt, és hát akkor nagyon hajtottam, megkaptam az első 3 filteremet a ruhára, és azzal elindultam az első versenyemen, és nagyon büszke voltam erre. Akkor nagyjából középmezőnybe végeztem, de én akkor erre a 3 filterre nagyon büszke voltam, úgyhogy ez adta meg az alapját a további versenyzésnek. Utána pedig jöttek az egyre jobb és jobb eredmények, és eljutottunk ugye oda, hogy junior világbajnokságokon te dobogóra álltál, ezüst és bronzérmet is szereztél, ott ugye már felhívtad Igen. magadra a figyelmet a nemzetközi mezőnyben. Milyen volt akkor a junior világbajnoki mezőny? Milyen tapasztalatokat szereztél ott? Hogyan érezted magad egy ilyen közegben, és aztán ugye ez, hogy vitt tovább a felnőtt eredmények felé? Nagyon nehezen indult, mert a magyarok, tehát Magyarország és a Magyarország versenyzői nem voltak jó néven véve, tehát azt mondták, hogy csak egy magyar. Ezzel azt gondolták, hogy akkor jó lesz majd a mezőny második felére is, és én így kerültem ki az első junior világbajnokságra, nagyon fiatalon. Én úgy érzem, hogy sokkal-sokkal jobbat futottam, mint amilyen helyezést elértem. Ugye ott még az volt, hogy nem volt válogató, hanem a rövid program válogatta a versenyzőket, és a kürbe már csak 24-en vehettek részt, és én pont 25-ként estem ki a rövid program után. Hozzáteszem, hogy egy hibátlan rövid programmal, és az akkori szabályok szerint a legerősebb, vagy majdnem a legerősebb rövid programmal. Tehát akkor ez még nagyon nehéz volt nekem fiatalként felfogni, hogy hát nem biztos, hogy úgy működik itt minden, ahogy fut az ember. De aztán később, amikor az ember ugye elkezdi megmászni a szamárlétrát, és hát több versenyen bizonyít, akkor ugye kezdik elismerni, és úgy már egyre könnyebb volt a történet, illetve az arra büszke vagyok, hogy azért Magyarország színeit egy kicsit fel tudtam hozni az akkori megítéléshez képest, tehát a következő években már, ha valaki magyar színekben indult, akkor nem legyintettek rá, hanem azt mondták, hogy odafigyelünk legalább. Amikor az életem első Európa-bajnokságára kijutottam, akkor nagyon furcsa volt, mert én azokat a versenyzőket, akikkel együtt versenyeztem, illetve akiket ott láttam a pályán, férfiakat, párosokat, nőket, azokat addig tévében láttam, és ők voltak a nagyok, akiket eddig közvetítettek, és
elérhetetlenek voltak számomra, és fantasztikus élmény volt velük edzeni. És az egyik tripla ugrásomat ennek köszönhettem, mert akkor Viktor Petrenkót láttam edzésen korcsolyázni, és pont a tripla Rydberget gyakorolta, ami nekem akkor még nem volt meg. És ahogy ugrott az edzésen a tripla Rydberget, úgy ráéreztem, és a következő edzésen kipróbáltam, és meg tudtam ugrani. Persze évekkel előtte gyakoroltam, tehát ez nem úgy lett meg, hogy akkor ott hirtelen egyszer csak a semmiből, tehát erre nyilván edz az ember, de hogy kellett egy ilyen plusz, amit azon a verseny hivatalos edzésén láttam tőle. Nem sokkal később már az ő közegükben, te egy ezüstérmet is szereztél, hogyan emlékszel vissza arra az Európa-bajnokságra? Nagyon jó élmény volt, gondolom, hogy maga a futás sikeressége is, illetve az egész verseny eredményessége miatt is, de érdekes élmény volt ott lenni, és nagyon más egy olyan közönség előtt korcsolyázni, aki hozzáértő, és tudja, hogy mit kell nézni, mikor tapsolnak, mikor örülnek, és nekik más előadni egy kürt. Úgyhogy ez egy nagyon jó élmény volt. Büszke voltam magamra, és további erőt adott a versenyzéshez. Egyébként arra a szezonra, hogy érzed, mi az, ami változott? Ugye előtte is már ott a 10-ben voltál, 6. helyek. Mi volt az, ami a 6.-ról ott és akkor a dobogóra tudott repíteni téged? Mi az, ami más Én volt? szerintem az, hogy addig nagyon az ugrásokra voltam koncentrálva. Volt olyan kűrüm, ahol tulajdonképpen egymás után jöttek az ugrások, és egyikből mentem a másikba. Nem nagyon fektettünk addig hangsúlyt az előadásra is. Erre a szezonra felkértük Igor Bobrint, aki egy neves orosz korcsolyázó volt. Neki van egy jégrevűje is egyébként, híres jégrevű, világhírű, hogy ő készítsen koreográfiát, és a rövid programnak is, és a kürnek is ő készítette abban az évben a koreográfiáját. Ez volt az Addams Family, ami nem csak az ugrásokban volt erős, hanem az egy történetet adott elő, és ezt megpróbáltam a lehető legjobban előadni, és szerintem ez segített abban, hogy még előrébb juthassak. Ahogy már említettük, édesapád Szakó György volt az edződ, illetve ugye édesanyáddal együtt edzettek téged. Milyen volt vele dolgozni? Hogyan élted meg te azt, hogy ugye van egy apalánya kapcsolat, és aztán van az edző és tanítvány viszony? Hogy tudtátok ezt elválasztani, és hogy működött ez a munka égen? Igen, ez egy nehéz kérdés, mert nagyon ketté bontja az embereket, hogy van, akinél nagyon bejön, és van, akinél nem. Én ezt így most már sokkal jobban értékelem, hogy vannak saját gyermekeim, és látom, hogy náluk nem nagyon működne, vagy legalábbis az egyiknél biztosan nem. Édesanyámnak a makacságát örökölte, úgyhogy ő vele nem is működik. Én nekem, mivel ebben nőttem föl, ez volt a természetes, és nem is gondolkodtam abban, hogy milyen lenne egy másik edzővel. Én ehhez hozzászoktam, hogy ugyanúgy, ahogy otthon elmondták, hogy mit szabad, mit nem szabad, ugyanúgy a jégen is ott nem azt, hogy nem szabad, hanem hogy mit hogyan kell csinálni. Tehát ugyanazokat az instrukciókat megkaptam otthon is, meg a jégen is. Illetve nekem az előny volt, hogyha nekem valamilyen problémám volt, vagy csak elkeseredtem, vagy feladtam, mert ilyen szerintem mindenkinek az életében van, akkor nem kellett várnom, hogy én most az edzővel egyeztessek, és edzés előtt, vagy edzés után, vagy éppen akkor ő siet valahova, vagy nem tudom, nincs kedve hozzá, hanem akkor én otthon a saját kis közegemben, úgy, hogy a többi versenyző nem látja, idézőben ki tudtam sírni magam nekik, és egy erőt kaptam otthoni közegben, ami nagyon sokat számított, mert a következő edzésre már úgy tudtam menni, hogy lelkileg visszaerősödtem. Ez nagyon sokat számított. Nekem anyukámmal közeli volt a kapcsolatom nagyon, és ő ezen sokszor átlendített. Amikor úgy döntöttél, hogy lezárod a pályafutásodat, mi indokolta ezt a döntést? Nem egy okos döntés volt, hanem úgy alakultak az akkori események, hogy több ok is összejött. Benne volt az is, hogy a BS akkor leégett, és le kellett járnunk Dunaújvárosba edzeni, ami azért nehézséget okozott.
Benne volt az is, hogy nem kaptam meg azt a támogatást, amit előtte. Benne volt magánéleti probléma is, mindenféle. Tehát így összejött innen-onnan minden, és akkor úgy döntöttem, hogy nem folytatom a versenyzést. Akkor még lejártam levezető edzésekre 1-2 évet, és utána hagytam abba. De teljesen nem szakadtam el a korcsolyától, mert ugye a szüleim továbbra is edzősködtek, és hát voltak más tanítványaik is, és ott segítettem nekik, koreográfiákat készítettem, illetve amikor kellett, akkor az edzősködésbe is besegítettem. Volt egy ikonikus beceneved, ugye a Bözsi. Ez honnan jött? Sokan talán nem tudják, hogy ez hogyan alakult ki. Mesélj erről egy kicsit, annak mi volt a története? Nekem az Erzsébethez semmi közöm nincsen, mert ugye ez az Erzsébetnek lenne a beceneve. Egyszerűen csak édesapám nagyon szerette volna, ha Krisztinának neveznek el, édesanyám pedig ezt túl úriasnak találta, és hát rám nézett, és azt mondta, hogy ez a gyerek olyan bözsis. És én tulajdonképpen azóta bözsi vagyok, és én ezt így is szoktam meg a korcsolyásportba, tehát itt a jégpálya környékén engem valaki Krisztinek hív, ez nekem furcsa. Úgyhogy itt megszoktam a bözsit. Mindenhol máshol meg a Krisztit. Két világ. A mai műkorcsolyázást látva, ugye összevetve azzal, ahogy a te idődben zajlottak a dolgok, amilyen követelmények akkor voltak, hogyan vélekedsz arról, ami a mai helyzetéről a sportágnak? Én elsősorban a közönség szemével gondolkodok, és a közönségnek az nem különbség, hogy valaki négyet vagy ötöt fordul a levegőben. A közönség humorra vágyik, szépségre vágyik, tehát a zenének a műfajaira, vagy az előadásmódokra vágyik, szeretné élvezni, amit lát. De én azt gondolom, hogy az már számukra nem különbség, hogy hányat fordulnak a levegőbe. Ez az egyik szempont, a másik nagyon-nagyon fiatalon kezdik el gyakoroltatni a légpörgéseket, az érkezéseket, stb. És sajnos nagyon sokaknak az egészségére megy ez. Én nem gondolom, hogy jó irányba megy. Nagyon-nagyon-nagyon eltűntek az egyéniségek, nagyon hasonlóak a versenyzők, a programok. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy nem fejezik ki ugyanúgy a zenét, ahogy annó. Annó azért emlékszünk egyéniségekre, még ma is tudok neveket mondani, akikre szerintem az utcán bárkit megszólítok, és ugyanúgy emlékszik rájuk. Ma ilyet nem nagyon tudnék mondani, és nem azt mondom, hogy a mai korcsolyázók nem jók, mert tényleg technikailag rengeteget fejlődtek, bár ugrásokban azt mondom, hogy inkább visszafejlődtek, még akkor is, ha többet fordulnak a levegőben, nincsenek meg azok a szállós ugrások, nincs meg az ugrás szépsége, mint régen. Azért, hogyha régen megnézzük a Midori Itót, hogy mekkorákat ugrott, akkor az embernek az egy élmény volt nézni, ahogy ő ugrott. De mondhatnék még rengeteg nevet, biztos vagyok benne, hogy sokan felismernék őket, nem csak az ugrásokról, hanem még ha sokkal-sokkal egyszerűbbek voltak a lépéssorok. Lehet, hogy volt benne két mohók és három csoktó, és ez az egész lépéssorra le volt tudva, viszont az a zenét úgy visszaadta. Tehát olyan, ha ez egy dobszóló volt, akkor annyira gyorsan járt a lába, hogy amiatt volt nagyon élvezhető, vagy ha ez egy szép klasszikus zene volt, akkor hosszú íveket futott, és tett bele mindenféle szép mozdulatokat. Ma már nagyon egyforma az összes program, és ugyanazt csinálja mindenki, mert persze ezekre adnak pontot. Tehát érthető, hogy miért így állítják össze a programokat, csak szerintem így nagyon egysíkú. Neked egyébként melyik volt a kedvenc programod így a saját pályafutásod Nekem alatt? általában a rövid programjaik jobban sikerültek, jobban tudtam koncentrálni, összeszedni magam egy rövid programra, mint egy kűrre. Talán volt egy Pinokiós rövid programom, az nagyon tetszett, illetve az Addams Family évében futott rövid programomat is nagyon szerettem, illetve a legutolsó, amivel végül is nem jutottam már ki EB-re, VB-re, mert hamarabb abba hagytam, de az év elején a Carl Schäfer pokál versenyen elindultam vele, tehát a legutolsó rövid programom is nagyon tetszett. Hazai utánpótlásról hogyan vélekedsz, így ugye látva
verseny eredményeinket, a következő generációkat, látsz olyat, aki majd azt mondhatjuk, még hogyha ugye most igen fiatalok is, hogy talán akkor újra odaérhetünk, hogy Európa bajnoki dobogó. Előbb-utóbb biztosan, tehát ezért én merem remélni, hogy lesz ilyen. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz felvenni a versenyt azokkal a külföldi sportolókkal, akik tulajdonképpen az életüket a jégpályán élik. Hétfőn leadják őket a jégpályán a szülők, szombaton vagy vasárnap visszakapják őket, nem is nagyon találkoznak a szüleikkel, 8 órákat vannak a jégen, esetleg edzések között tanulnak valamennyit, és hát ezzel nagyon nehéz felvenni a versenyt. Tehát tulajdonképpen erre rá kell áldozni az ember életét ma már. Úgyhogy ez, én úgy érzem, hogy itthon most egyelőre nem adott, tehát nem feltétlenül biztos, hogy most lesz ennek eredménye. Biztos lesz olyan tehetség, aki a kevesebb edzéssel is el fog tudni jutni oda, ahová a külföldi sportolók, de ez ritka. Két fiad született. Ők is megismerkedtek a korcsolya sporttal, hogyan néz ki ez nálatok otthon, mennyire vonultak ők be a Igen, én úgy vagyok vele, hogy úszni, biciklizni és korcsolyázni mindenkinek meg kell tanulni. Azt, hogy a korcsolyázni meg kell tanulni, ez nem tudom, hogy csak nekem alap, vagy mindenki másnak, de nekem ez beletartozik ebbe a körbe, úgyhogy ők ezt a három dolgot meg is tanulták, és hát mivel a korcsolyánál adott, hogy én többet tudok segíteni, ezért én úgy gondoltam, hogy tovább viszem őket egy picit, tehát megtanítottam őt az alapokra, őket az alapokra. És hát belecsöppentünk egy olyan közegbe, ahol nem az egyéni műkorcsolyát tudják megtanulni, vagy hát valamilyen részét meg tudják annak is tanulni, de amiben ők belecsöppentek, az a szinkron korcsolya, ők most ennek a nagy szerelmesei, és én úgy gondolom, hogy ezt nem bántam meg, egy nagyon jó kis csapatot találtunk, nagyon jó edzőkkel, ahol most én is tudok segíteni, és nagyon remélem, hogy ezen a vonalon mennek tovább. Milyen ott a munka, mennyivel másabb, ugye mivel ez egy csapatsport, azt a 10-12-16 gyereket koordinálni egyszerre, megteremteni azt a csapat egységet, milyen velük dolgozni? Nagyon más. Hozzáteszem, hogy azért nem én vezetem a csapatot, tehát ugye Vedres Noémi az, aki ennek a főfeje, és ő a minden tudója, ő vezeti a csapatokat. Én tulajdonképpen a műkorcsolya tudásomat teszem hozzá, és próbálom a gyerekeket kicsit ebben erősíteni. De nagyon más, és ezért terelem az én fiaimat is ez irányba. Én azt gondolom, hogy a műkorcsolyában nagyon kevesen tudnak sikeresek, igazán sikeresek lenni, akik a krémjét megízlelik ennek. Tehát ahhoz, hogy valaki EB-VB-re kijusson, és még ráadásul ott is eredményes legyen, ahhoz ma már nagyon sokat fel kell adni, és szinte az egész életét rá kell szánja az ember arra, hogy sikeres tudjon lenni. Tulajdonképpen egész nap edz, és vagy sikerül, vagy nem, valamint nagyon fiatalon kiesik ebből, mert jön a következő. A szinkronnál ezzel ellentétben többen meg tudják mutatni a tehetségüket, tehát egy csapatban ugye, mivel többen vannak, többen kerülnek pályára. De nagyon remélem, hogy előbb-utóbb olimpiai sportág lesz, és az olimpiára is ezáltal többen tudnak majd kijutni. Úgyhogy ez az egyik része, a másik része pedig nem csak a műkorcsolyában, szerintem a jégtáncban is annó lehetett érezni, és ma még inkább lehet érezni azt, hogy ott tulajdonképpen mindenki úgy nézi a másikat, mint aki ellenfél, és hát nyilván mindenki megpróbál a másiknál jobb lenni, de egy olyan közeg alakul ki, hogy azért úgy megvan a három lépés távolság, és mindenki jobb akar lenni a másiknál, és egy ilyen kis versenyszellem van, ami lehet jó is, lehet rossz is, de ami itt a szinkronban van, az, hogy ők egy csapat, hogy együtt élik meg, ha kudarc, akkor a kudarcot, ha siker, akkor a sikert. Ez egy annyira összekovácsoló élmény, és egy olyan jó érzés ennek a közösségnek a része lenni, hogy én azt gondolom, hogy
hogy ez a jövő, ez sokkal kedvezőbb és sokkal vonzóbb a fiatal sportolók számára.